a HK 365-407 XB típus számú AEG hagyományos kerámia főzőlap. Standard méretekkel rendelkezik, alapvetően egy 60-as külméretű bútor fölé tudjuk beépíteni. Négy fix főzőfelülettel rendelkezik, a fix alatt azt kell érteni, ugye, hogy a körök határolják a zónának a szélét. A négy főzőfelületből a bal első zóna az három körben tetszés szerint bővíthető, alapesetben, amikor bekapcsoljuk, mindig a legkisebb fog bekapcsolni, és az érintő panel segítségével három lépcsőbe az edény méretéhez tudjuk igazítani a felfűtendő területet. Ugyanez a helyzet a jobb hátsó főzőzónánál is, ott oldalirányban bővíthető, egy ovális zónaként is tudjuk használni adott esetben. A másik két főzőlapunk az fix átmérői, ott nincs bővítésre lehetőség. Minden egy főzőlapnál egy-egy vezérlő egységet látunk, ez úgynevezett slide vezérlés. Ezt a csúszkás megoldást hívja a gyártó slide vezérlésnek. Itt 14 fokozatban állítható a felfűtés. Itt ugye annyi történik, amikor áram alá helyezzük a készüléket, 4 darab nulla fog megjelenni a kijelző külső széleinél, és attól függően, milyen fokozatot állítunk, ezt akár egy érintésre, akár az ujjunkat elhúzva a csúszkán, a kijelzőn fogjuk látni a beállított teljesítményi fokozatot. Van a készülék kezelő paneljére vonatkozóan egy gyerekzár, ez a kis lakat szimbolizálja, annak az érintésével akár kikapcsolt, akár működés közben is tudjuk blokkolni a kezelőfelületet. Van rajta a stop and go funkció, ami egy kényelmi szolgáltatás, akár egy, akár több zónán, ha főzünk. Valami miatt meg kell szakítani magát a főzést, megérintjük, az összes bekapcsolt zóna egy melegen tartó fokozatra visszaveszi a teljesítményt, majd urgói megérintésre minden visszaáll a korábbi beállításoknak megfelelően. Ugye az alatta lévő érintő panellel tudjuk a bal első zónának a bővítését, jobb oldalon pedig a jobb hátsó zónának a bővítését beállítani. Mind a négy zónánál van időzítési lehetőség, be tudjuk állítani 99 perces időtartamon belül, tetszés szerint, hogy melyik zóna hány percig működjön, majd az idő lejárt, akkor automatikusan kapcsoljon le. Ez a főzőfelület kapott egy rozsdamentes nemes acélkeretet, ennek az előnye, hogy védi az esetleges fizikai sérüléstől a üveglapot, illetve ha valami kifut, akkor esetlegesen valamilyen mértékben ezt a folyadékot meg tudja fogni a rozsdamentes keret. A hagyományos kerámia lapokat és az indukciós főzőlapokat több fázisra kell bekötni. Ha csak a főzőlapot vesszük alapul, akkor 2x16 amper vagy 1x32 amper az áramigénye. A beüzemelését ezeknek a készülékeknek vagy a márkaszervíz, vagy pedig egy hivatásos pecsétképes, számlaképes villanyszerelő végezheti el, aki lepecsételi a jótállási jegyét a készüléknek, vállalván a szakszerű beüzemelésére a felelősséget. AEG hagyományos kerámia alap 4 főzőfelülettel, melyből 2 bővíthető, stop and go funkcióval, időzíthetőséggel.